decent rock where it's all kicking off. Baby, it's alright. Baby, it's alright. You don't need to call the fuss. Baby, it's alright. Baby, it's alright. It's on the ears. Sziasztok, én Lucky vagyok, és itt vagyunk a Csion Mozdul Gamer rendezvényen. Ti már azt tudjátok, én vagyok Mr. Február, a nagykövet, és ma fociról lesz szó. Én szerintem már az édesanyám pocakjában is fociztam, de mióta az eszemet tudom mindenképpen. Nagyjából 5-6 éves lehettem, amikor először a helyi csapatban elkezdtem focizni, de mindenképpen nagyon nagy hatással volt rám az, hogy édesapám, illetve neki az édesapja is nagy focista volt, ezt így én is örököltem a családban. Igazából a helyi csapatban lehúztam jó sok évet, tanulgattam a dolgokat, mert mindenképp fontos amúgy egy egyesületben focizni, edzésekre járni, mert sokat tud tanulni az ember mindenképpen. 13 éves koromban kikerültem Ausztriába, ahhoz fociztunk egy évet. Abban az volt az érdekes, hogy semmit nem tudtam németül, de igazából ebből is látszik, hogy a foci az nem arról szól, hogy most megértsünk, mit mond a másik. Igazából lehet, hogy furán fog hangzani, de tényleg szívvel meg ésszel kell játszani a focint, nem a száddal. Lucky for Japan, but they all count. És ott tulajdonképpen az U14-es pámhágeni csapatban bajnokok is lettünk. Viszont a versenyszerű futballt abba kellett hagynom. Sajnos nem értem oda már Ausztriába az edzésekre, így nem is tudtam igazából rendesen felkészülni a hétvégi meccsekre. De mindenképp megtartottuk a haverokkal azt a jó szokás, hogy általában hetente egyszer lemegyünk a pályára egyet rúgni a bőrt, és ha esetleg ez nem jön össze, akkor is elmegyek egyet futni, mert fontosnak tartom nem csak azt, hogy mozogjak, hanem egyszerűen jól érzem magam egy futás után. Magyarországon hatalmas kultusz sport a foci, de ha eddig nem próbáltad ki, akkor mindenképp szeretném a figyelmetbe ajánlani, hiszen ez mégis egy olyan sport, ahol nem csak arról szól, hogy lemész és rugod, mint egy állat a labdát, hanem itt azért össze kell dolgozni a csapattársakkal. És mindenképp ajánlok egy rendes focicipőt, hiszen a saját példámból tanulva, nekem évekig olyan cipőm volt, amikor bármikor fociztam, olyan vízholyagok voltak a lábujjaimon, hogy nem tudtam ráállni, szóval arra szerintem nem árt egy kicsit spórolni. Ha most szeretnéd elkezdeni a focit, mindenképpen szeretném ajánlani neked azt, hogy próbálj egy régős megyei csapatot keresni, ott biztos be fognak fogadni és segítenek majd elsajátítani ezt a sportot. És mindig, amikor focisztok előtte, egy kicsit nyújtsatok az izmaitokra, melegítsetek be, mert elég nagy sérüléseket lehet bele szenvedni. Valamint, ahogy édesapám mondaná, csínbe ne menjél bele, szóval olyan veszélyes szituációkban nem ér annyit, ne menjél bele, inkább várd meg, lépjél hátra kettőt, utána elgyerted a labdát. Tehát én voltam Mr. Február, focizzatok, mert az nagyon jó dolog. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a figyelmet. Én Lucky voltam, sziasztok!